Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Akkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam korai ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami még hiányzik belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába? A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába? Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözölhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Az evangéliumok nem hagynak kétséget afelől, hogy Jézus többször és nagy nyomatékkal hívta fel hallgatói figyelmét a gazdagság veszélyeire. Részben tömör mondásokkal, részben hosszabb példabeszédekkel tudatosította, hogy a vagyon könnyen önzővé teszi az embert, és elszakítja őt Istentől és embertársaitól. Emellett az ember könnyen annak a tévhitnek válhat áldozatává, hogy a földi javak halmozásával saját erejéből biztosítani tudja önmaga életét. A mai evangéliumi részlet is a gazdagság témájával foglalkozik, de sajátos szempontból, a Krisztus követés összefüggésében. Jézustól egy gazdag ifjú azt kérdezi, hogy mit kell tennie az örök élet elnyeréséhez. Jézus először a parancsok megtartására utal, de miután a gazdag kijelenti, hogy ezeket a parancsokat ő kora ifjúságától fogva megtartotta, Jézus személyes meghívással fordul hozzá. Egy valami még hiányzik belőled. Menj, add el azt, amit van, már át oszd szét a szegények között, majd jöjj és kövess engem. A hangsúly az utolsó mondaton van. Amit a gazdagnak a parancsok megtartásán túl az örök élet elnyeréséhez tennie kellene, az nem más, mint vállalni a Jézussal való teljes élet és sors közösséget, együttműködni Jézussal Isten országának munkálásában. Fontos felfigyelni arra, hogy Jézus nem csak az anyagi javak eladására buzdít, hanem a szegények megsegítésére is. A radikális lemondás a felebaráti szeretet radikális megnyilvánulásával van összekötve. Az anyagi javaktól való elválás nem valami pessimista világszemléletből fakad, hanem szabaddá válás Isten országának, és így az emberek üdvösségének munkálására.
A gazdag nem meri vállalni ezt a nagyszerű lehetőséget. Szíve a vagyonhoz kötődik, távozik, és utána Jézus nagyon határozottan szól arról, hogy mennyire nehéz a gazdagnak Isten országába bejutni. És ez alapján felmerül a kérdés, hogy vajon Jézus mindenkitől elvárja, hogy minden földi dologtól, vagyontól, minden földi támasztól szabaddá váljon. El kell adnunk mindenünket. Az evangéliumi hagyomány alapján határozottan kijelenthetjük, hogy nem erről van szó. Ugyanakkor az is nagyon egyszerű megoldás lenne, ha kijelentenénk, hogy a radikális követelmények csak a tökéletességre törekvők számára szükségesek, a többiek úgy nagyon egyszerű módon, szabad formában élhetnek. Jézus mindenkit követésre hív, mindenkitől radikális követelményeket vár el. És ez nem más, mint az Isten és a felebaráti szeretet, az Isten iránti és a felebarát iránti teljes elkötelezettség. És így mind az anyagi javak felelősség teljes használatát, mind pedig esetleg az anyagi javaktól való teljes lemondást, ez kell, hogy vezesse, jellemezze, teljes odaadás Isten felé, és embertársaink szolgálata az ő üdvösségük érdekében.